Paktum, a cél a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése. Útfelújítások, hamarosan megújul a Bocskai utca kórház előtti szakasza is. Adomány, elkelt Mónus József világrekorder íjászlőfegyvere. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! A szociális gazdaság került a középpontba a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt rendezvényén a Városházán. A cél a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen, így most a résztvevők átfogó képet kaphattak a társadalmi vállalkozásokról, működésükről és a helyi gazdaságban betöltött szerepükről. Nyíregyháza önkormányzata a megyei kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a projektet, melynek keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő igényeiből kiindulva képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg. A cél, hogy hozzájáruljanak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. Foglalkoztatási paktumunknak több eleme van. Nagyon fontos az, hogy a hátrányos helyzetű célcsoportokat az aktív munkaerőpiacra vissza tudjuk juttatni. Erre több eszközünk van, bértámogatás, képzések, amelyekre a vállalkozások pályázhatnak. A mai napon nagyon fontos az, hogy a szociális foglalkoztatás területén működő szervezetek tapasztalatcseréje, milyen jogi formát érdemes nekik alkalmazni, ahhoz, hogy van egy olyan célcsoport, aki ezen eszközön keresztül fog majd munkára találni, munkához jutni, és nekik ezen a módon kell segíteni. A rendezvény résztvevői hátfogó képet kaphattak a társadalmi vállalkozásokról, működésükről és a helyi gazdaságban betöltött szerepükről. Magyarországon közel 3000 társadalmi vállalkozás van, többségük a 2000-es években szociális szövetkezeti formában jött létre. Ma már egyre több civil szervezet, non-profit társaság is végez ilyen munkát, a számuk pedig a piaci lehetőségekkel és a pályázati források támogatásával folyamatosan növekszik. Társadalmi vállalkozásokban a helyi munkanélküliség kapcsolódik össze a helyi szükségletek kielégítésével. Tehát ha valaki Nyíregyházán bemegy egy boltba és levesz egy savanyúságot, egy almalét, egy tésztát vagy valamilyen hústerméket, lehet, hogy nem is tudja, hogy azt olyan korábban reménytelen helyzetben levő munkanélküliek állították elő társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek, alapítványok, más civil szervezetek keretében, amelyek megadják azt a kompetenciafejlesztő emberi segítséget, hogy visszataláljanak a munkavilágába. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programokba minimum 1408 embert vonnak be, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő, közülük 275-en képzésen is részt vesznek. Letették az esküt és átvették kinevezésüket Áder János köztársasági elnöktől az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárai kedden, közölte a minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint Rétvári Bence parlamenti államtitkár, Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, Pacsai Tomasics Orsolya kabinetfőnök, nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár, Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Vitályos Eszter Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Idén mintegy 160 kilométernyi közút újul meg térségünkben, több fejlesztés is érinti Nyíregyházát, hangsúlyozta sajtótájékoztatóján a Magyar Közút megyei igazgatója. Csapó László kiemelte, már új burkolatot kapott a Nyíries-Tanyai bekötőút, de hamarosan megújul a Bocskai utca kórház előtti szakasza is. Az országos közutak hossza a megyében 2266 kilométer, ez a hálózat bonyolítja le a megye közúti forgalmának mintegy háromnegyedét.
A Magyar Közút jelentős fejlesztéseket tervezett 2018-ra, vannak olyan felújítások, amelyeket már befejeztek, de akadnak olyan szakaszok, ahol még csak most adták át a területet a kivitelezőnek, és persze vannak olyan utak is, ahol az év második felében indulnak majd meg a fejlesztések, mondta sajtótájékoztatóján a megyei igazgató. Csapó László kiemelte, idén összesen mintegy 160 km útszakaszt újít fel a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a topos projektjük első ütemében közel 24, a második ütemben pedig 46 kilométernyi utat újítanak fel, a Magyar Közút 100 milliárd forintos projektjében pedig mintegy 94 kilométernyi út újul meg. A most épülő 338-as összekötő út, amely az autópályát köti össze, jelenleg a 36-os, majd a 38-as főúttal és utána Nyírszőlőssel, annak a végcsomópontjáig most mi felújítjuk a teljes útvonalat, tehát Nyírszőlősről Nyíregyházáig, illetve az autópálya felé egy sokkal biztonságosabb módon lehet majd eljutni. Nem csak a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül újulnak meg utak, útszakaszok Nyíregyházán, tette hozzá az igazgató. A 100 milliárdos programban is szerepel jó néhány olyan projektünk, amelyből már megvalósult, ez a nyíriesi bekötő, és ezen kívül Nyíregyháza belterületén is lesz néhány olyan felújítás, amely ebben az évben elkészül. A 41-es út egy belvárosi szakasza is megújul, a Bocskai utca a Nagykörúttól egészen a Család utcáig. A Debreceni és a Tiszavasvári úti felüljáró is új burkolatot kap majd, valamint a Kőlapos felé vezető utat is felújítja a Magyar Közút. Elkelt Mónus József íja. A világhírű íjász árverésre ajánlotta fel úgynevezett hideg lőfegyverét, amellyel megnyerte a hódító kupáját Törökországban. Az íjat még év elején adományozta a kórház alapítványának a Város Bálon. Árverésre bocsátották, most pedig személyesen Mónus Józseftől vette át a nyertes, aki 115 ezer forintot fizetett érte. Mónus József többszörös világbajnok, világrekorder, hagyományőrző, távlövő íjász az idei nyíregyházi városbálon árverésre ajánlotta fel egyik íját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatására. Az íjra a kórház Facebook oldalán lehetett licitálni. A legmagasabb összeget egy budapesti vállalkozó ajánlotta, aki nagy rajongója az íjaknak és családi erekjeként nagy becsben fogja tartani, mondta el a sajtótájékoztatón. Kiemelte, felkerekítette a 115 ezer forintos összeget 150 ezer forintra, hogy még inkább támogassa a kórházat. Örülök neki, hogy itt vagyunk, és megkaphattam ezt az íjat, és nagyon köszönöm a Mónus úrnak, magának az alapítványnak is, hál' Istennek, és hát akkor ezáltal ugye tudtam én is támogatni, úgymond, mint egyszerű ember ezt a felajánlást. A világhírű íjász 2017-ben több mint 400 versenyzőt legyőzve nyerte meg a hódító kupáját Törökországban. A felajánlott íjat a lövés irányának begyakorlására úgynevezett belövő íjként használta a Fehér Farkas világra szóló diadala alkalmával. Jött a gondolatom, hogy szeretnék valamit felajánlani, egy különös íjat. És szerettem volna egy egyedülit, olyat, ami azt mondom, hogy nincs a világon másik, és minél több pénzt szerettünk volna a betegek javára ennek az alapítványnak juttatni. És ekkor jött ez a gondolat, hogy ugye tavaly nyertem meg a 2017-ben, volt Isztambulban a hódító kupája, és hogy ezt a versenynek a győztes győzelméhez hozzá tudja kötni egy másik eszköz, amit itt majd felajánlom. Ez volt a hódító kupája győztes versenynek a belövő íja, ami lett a tárgya a felajánlásnak, ezért ezzel egy különös eszközt egy óriási versenyhez kötve szerettük volna meghirdetni, és ezen a bálon meghirdettük, hogy lesz ez a felajánlás, lehet majd rá licitálni, és innen jött ez a gondolat, hogy ezzel tegyek valamit a betegekért. Az alapítvány az árverésből befolyt összeget 150 ezer forintot az öregedés méltóságáért elnevezésű programja keretében ápolási eszközök beszerzésére, az idős betegek komfortérzetének javítására fordítja.
Arra programunkra szeretnénk ezt is költeni, amit most az idén hirdettünk meg az idősek ápolásának, ápolási körülményeinek javítására. Az öregedés méltóságáért nevet adtuk ennek a programunknak. Azt tűztük ki célul, hogy a betegeink között nagyon nagy számban lévő idős betegek ápolási körülményeit kell mindenképpen javítanunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány továbbra is várja bárki bármilyen összegű felajánlását, mert már akár kis összeggel is rengeteget lehet segíteni az ellátásra szorulók életében. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv megvalósítására a költségvetési támogatás is megvan, nyilatkozta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor kifejtette, a NATO elvárja, hogy az egyes szervezeteknél 80%-os legyen a feltöltöttség. Ebben az aktuális témában hirdetett tavasszal előadás sorozatot a József András Múzeum. Milyen a mai honvédség, mi a jövője, hogyan látják a mai vezetők a honvédség sorsát, történetét. A József András Múzeum keddi vendége Deme László ezredes, a Honvéd Vezérkar hadműveleti csoportjának főtisztje, középiskolásokat tájékoztatott a globális biztonságpolitikai helyzetről, az ország szuverenitásának biztosításáról, a honvédség változó eszközparkjáról és a fegyvereiről, a fiatalok toborzásáról, illetve az aktív tartalékos állomány megszervezéséről. Meghívtuk először a vezérkar főnökét, Benkő tábornok urat, akiből hirtelen miniszter lett, tehát nem tud eljönni, reméljük, hogy ősszel eljön. Ez egy sorozat lenne, tehát úgy gondoltuk, hogy azokat az embereket csaljuk Nyíregyházára, akik ma a honvédség felső vezetésében vannak. Meghívtuk Takás tábornok urat, ő itt volt, ő, aki a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos szervezéssel foglalkozik. Ő eljött, elmondta, hogy mi az elképzelés, hogy az elkövetkező években még 20 ezer önkéntes tartalékossal erősítjük a honvédséget. Ma meghívtuk Bernadi tábornok urat, aki a hadműveleti csoport vezető, aki ma reggel telefonált, hogy neki kell átvenni a vezérkar főnök első helyettesi posztját, tehát nem tud eljönni, elküldte magáért Deme László ezredes urat, aki majd fog beszélni az átalakuló honvédségről. Újabb rekord született térségünkben, méghozzá zenei. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a rap további híreit. Két személygépkocsi ütközött szerdán reggel a Korányi Frigyes utca Garibaldi utcai csomópontjában. A balesetben senki nem sérült meg, viszont az anyagi kár jelentős. Forgalomkorlátozás mellett közlekedhetnek a Mező utcán, közműfedél süllyedt meg, ezért a belső egyenesen haladó forgalmi sáv egy része le van zárva a Bethlen Gábor utcai csomópont előtt, a járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek az említett főútvonalon. Szintén forgalomkorlátozás van a Pazonyi téren, ahol a jobbra kis ívben haladó forgalmi sáv egy része le van szűkítve és érinti a Ferenc körút felől a Pazonyi térre közlekedőket, valamint a Korányiról a balra nagy ívben fordulókat. Itt is fokozottan figyeljenek az autósok. Megdőlt a legtöbben együtt citerázók magyar rekordja. Nagykálóban szobban délután 161 zenész játszott együtt közösen az ősi hangszeren. 7 megyéből és Erdélyből jöttek a citerások, akik a Kálai kettős közismert dallamát játszották el. A rekord kísérlet előtt még utoljára végigjátsza citerán a dalt ez a nyírgelsei lány. Szabó Sára csak 9 éves volt, amikor meghallotta a hangszer hangját az iskolában. Egyből beleszeretett. Harmadikos voltam, amikor elkezdtem citerára járni, mert nagyon tetszik ez a hangszer, nagyon sok dalt lehet vele eljátszani, és nem csak népdalokat. Sára mellett 7 megyéből és Erdélyből több mint 150 citerás érkezett szombaton Nagykálóba, hogy megdöntsék a legtöbben együtt citerázók magyar rekordját. Az ötletgazda egy nagykálói zenepedagógus, akinek az volt a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az ősi hangszerre és a magyar népdalkincsre. Nem csak a rekord itt a lényeg, hanem az, hogy minél több gyerekhez eljusson a citera, a népzene, minél több ember tanulja, és így ápoljuk a népzenei hagyományunkat.
A nagykálói tékatábor tánc csűrjében több mint 160 zenész, több tucat énekes és egy táncos pár közreműködésével a térség legismertebb dallama, a Kállai kettős csendült fel. Én nagyon-nagyon örülök ennek az új magyar rekordnak. Egyszerre 161-en citeráztak Nagykálóban, ezzel a magyar rekordkísérlet sikerült. Folyamatosan ellenőrizni kellett azt, hogy valóban mindenki, aki citera mögött áll, az ténylegesen játszik is a hangszerén, de szerencsére nem csak én, hanem a média munkatársai is tudják utólag igazolni ennek a valódiságát. Nagykállóban egy 14 éves rekord dőlt meg, mivel a legtöbben együtt citerázók korábbi rekordját 2004-ben 125 zenész részvételével Sándorfalván állították fel. Egészségnapot tartottak a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tag intézményében. A rendezvényt a Sóstóhegyi Közművelődési Színtér és a Sóstóhelyi Gyerekvilág Alapítvány szervezte. Bemutatták az iskola tanulóinak, hogy milyen előnyökkel jár, ha valaki egészségesen él. Zumba órát is tartottak a diákoknak, akik többek között kutyás bemutatón is szórakozhattak. Ügyességi feladatok és vetélkedők is várták a nebulókat, akik kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, valamint különböző gyümölcs turmixokat is kóstolhattak. Második alkalommal rendeznek élménypróbát Nyíregyházán, a nevezőknek 4 kilométert kell teljesíteniük, közben pedig különböző feladatok várnak a résztvevőkre. A szervezők cégeket és családokat is várnak. Egyensúlyozás padlón, kúszás a csőben, futás gumiabroncsok között csak néhány akadály, mely a nevezőkre vár a második dekatlan élménypróbán. Összesen 4 kilométer a táv a sóstói erdőben, és 17 feladatot kell teljesíteniük a résztvevőknek. A szervezők igyekeztek úgy kialakítani a pályát, hogy céges csapatok és családok is teljesíthessék, komoly sportmúlt nélkül. Idén az egyéni indulók mellett családokat is várunk szeretettel. Családbarátján tettük a rendezvényt, hiszen 14 éves kortól már elindulhatnak a gyermekek, és akik nem indulnak el, kicsit kisebbek, azoknak is készülünk különleges programmal, egy iskola jó voltából, pedagógusok fognak addig foglalkozni velük, amíg apuka, anyuka teljesít a távot. Mindemellett csapatok is fognak indulni, csapat nevezésre van lehetőség, 4 főtől számít egy csapat csapatnak, és díjazzuk a legnagyobb létszámmal érkező csapatokat, a legbulisabbakat és a legkreatívabbakat is. A világ minden táján egyre népszerűbbek a hasonló versenyek, Fekete Andor már több rangos nemzetközi Spartan viadalon vett részt, és szerinte aki szeretné elkezdeni ezt a sportágat, annak ideális lehet a június 9-ei nyíregyházi verseny. Ez akár a legjobb lehetőség is lehet. Ugye ez a verseny, amit szerveztek a srácok, vagy szerveztünk, ez egy kifejezetten családbarát és élménydús programot kínál, tehát én úgy gondolom, hogy ez bevezetőnek mindenképpen jó, és esetleg tovább haladhat mindenki, akinek megtetszik a hasonló versenyek irányába. Ugye ezek tényleg atlétikus képességeket igényelnek, talán emiatt is van az, hogy egyre inkább szeretik az emberek ezeket a fajta megmérettetéseket. A második dekatlan élménypróbán minden résztvevő, aki teljesíti a távot, érmet kap. Egy-egy team 4 főből áll, a verseny pedig jó csapatépítő is lehet egy-egy céges együttesnél. Az élménypróbán tombolákat is sorsolnak, melyekkel értékes ajándékokat lehet nyerni. Nevezni online formában vagy a helyszínen lehet. A verseny rajtja az erdei tornapályánál lesz június 9-én 9:30-tól. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. A szociális gazdaság került a középpontba a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt rendezvényén a Városházán. A cél a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen, így most a résztvevők átfogó képet kaphattak a társadalmi vállalkozásokról, működésükről és a helyi gazdaságban betöltött szerepükről. Idén mintegy 160 kilométernyi közút újul meg térségünkben, több fejlesztés is érinti Nyíregyházát. Már új burkolatot kapott a Nyíries-Tanyai bekötőút, de hamarosan megújul a Bucskai utca kórház előtti szakasza is. Mónus József világhírű íjász azt az íját ajánlotta fel árverésre, amellyel megnyerte a hódító kupáját Törökországban. Az íjat a kórház alapítványának adományozta a Városbálon, árverésre bocsátották, most pedig személyesen Mónustól vette át a nyertes, aki 115 000 forintot fizetett érte. A szerdai hírösszefoglalónkat látták, rögtön jön az időjárás jelentés, híradóval pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!